Nem félsz attól, hogy tönkreteszed az egészséged a hormonokkal? A legújabb kutatások szerint a transznemű embereknek a hormonterápiája az biztonságos. Biztonságosabb, mint a fogamzásgátlás. Nagyjából ez a tanulság. Hogy van kockázata, de hogy nem rosszabb. Tehát egy nő életében biztonságosabb, mint a fogamzásgátlás, nálunk a hormonpótlás? Igen. Az ember tudatosan kezdi el a hormonterápiát. Rengeteg olyan ember van, aki ezt már nagyon-nagyon sok hosszú ideje csinálja, és teljesen egészséges. Vannak ennek mellékhatásai, amikre oda lehet figyelni, rendszeres laborvizsgálatokkal, ellenőrizgetni, vitaminokat szedni, amik ezeket ellensúlyozzák. Az, hogy valaki belekezd egy hormonterápiába, az nem úgy néz ki, mint hogyha valaki azt mondaná, hogy akkor mától C-vitamint szedek. Folyamatosan monitorozva van az egészségi állapotod. Rendszeresen kell vérvételre is menni. Gyakorlatilag az összes többi értékünk is sokkal rendszeresebben van nézve, mint az átlag embernek. Ha nekem a hormonháztartásom megfelel egy egészséges férfi hormonháztartásának, akkor az miért lenne számomra egészségtelen? A férfi a cisznemű férfi számára sem egészségtelen az egészséges hormonháztartása. Sokkal több egészségtelen dolgot csinál az ember, aminek még pozitív hatása sincsen. Iszik, cigizik, egészségtelenül kajál, ilyesmik, aminek semmi pozitív hatása nincsen, viszont ugyanúgy tönkreteszi az egészségét. Erre miért nem szólunk be? Hát és ezek mind rizikófaktorok. Nem iszom, nem dohányzom, nem drogozom. Jól teszed. Ha olyan szempontból nézzük, akkor lelkileg sokkal egészségesebbek vagyunk, mert sokkal kiegyensúlyozottabbnak, magabiztosabbnak, jobb hangulatúnak érezzük magunkat, miután ebbe belevágunk. Az, hogy a testünk és a külsőnk átalakul, és közelebb kerülünk magunkhoz, az lelkileg segít nagyon sokat. Amikor megkaptam a szép új személyigazolvány, még 2012 nyarán, akkor szépen elmentem az endokrinológiára, és ott az endokrinológus doktornővel szépen konzultáltam, és akkor ő ismertette ugye ez járó kockázatokat, de nagyon örömmel figyeltem hónapról hónapra a látszásokat, és tök izgultam. Ez tényleg csak úgy lehet végezni, hogy orvos folyamatosan felügyeli és méri a hormonszintet.